Köszönöm szépen a meghívást Helgának, és köszönöm a egybe megtisztelő figyelmét. Nagyon jól fog kapcsolódni gyöngyvér előadásához, hiszen az az oldal, amit megvilágított, hogy a hallgatók milyen sokszínűek, hogy mennyire sokrétűen kellene őket, egyrészt a digitális eszközök nyilván a segítségünk, de a digitális eszközök nem csak közvetlenül a hallgatóknak a segítő eszközei, hanem a tanároknak, az egyetemi oktatóknak a segítő eszközei, és én kicsit ezt az oldalt fogom most megvilágítani. Picit óvatosan fogalmaztam a címben, oktatás és kutatás fejlesztő módszertani központok, de mondhatnék még digitális pedagógiát, oktatás informatika fejlesztő központokat, mert nagyon sokrétű ez a terület, és nagyon nehezen lehet behatárolni, hogy kik is azok a szervezeti egységek, akikről én most szeretnék beszélni. Tehát miért is van szükség ilyen, még közelebbről nem definiált, de nagy átlagban módszertani központnak tekintett szervezeti egységek létrehozására? Két fő indokot hoztam ma ide. Egyrészt a kormányzati dokumentumokban, főként stratégiai dokumentumokban 2015-16-tól igen erőteljesen jelenik meg a módszertani megújulásnak a szükségessége a felsőoktatásban. Ezeket ugyan nem követte konkrét törvényi előírás, kötelezettség, hogy felsőoktatási intézményeknek ilyen központokat kötelező érvényel rétre kelljen hozni, de legtöbbjük mégis úgy érezte, azt gondolom, hogy hogy részben ezek dokumentumok hatására, hogy ezeknek helye van, ezeknek ezekre szükség van. Ezen túl a MAB akkreditációs folyamataiba is egyre nagyobb szerepet kaptak. Tehát azok a kérdőívek, amik például az intézmény akkreditációnál az oktatókhoz eljutnak, hogy például milyen, milyen munkaformákat alkalmaznak, vagy ismerje a tükrözött osztálytermet, használja -e a kooperatív vagy a projektmódszert, ez már azért elég komolyan azt veti föl, hogy ő, ő, ő nekik ezekről rendszeresen ö, tapasztalatot kell szerezniük, tovább kell képezni magukat, ezeket az új módszertani ö, lehetőségeket be kell vonniuk a repertoárjukba. A harmadik pont pedig a COVID. Elemi erővel mutatta meg a felsőoktatásban, hogy szükség van itt főként a digitális pedagógia területén olyan képzésekre, továbbképzésekre, fejlesztésekre, amelyek nélkül egy ilyen vészhelyzeti átállás nem oldható meg. A másik pedig az, hogy Magyarországon nem előírás az akadémiai szférában, hogy pedagógiai képzettséggel rendelkezzenek az oktatók. Ez nincs mindenhol így. Ugye angol száz példákat tudunk hozni, hogy komoly két éves felkészítő kurzusokon, vizsgákon kell részt venni és jól teljesíteni ahhoz, hogy egyetemi oktatóként elkezdhesse a munkát az adott kolléga. Lehet, hogy ez nálunk is később változni fog, de a jelen helyzetben azt kell, hogy mondjuk, hogy elengedhetetlen, hogy ezeket a hiányosságokat az adott oktató kollégánál valamilyen módon segítsük fejleszteni. Ezek a központok kiválóan alkalmasak erre. A mi kutatásunk alapján a 39 egyetemből 16-nak van jelenleg ilyen módszertani központja. Eléggé beszédes az elnevezés, mindjárt erre még ki fogok térni, és 2000-től jelentek meg ezek a központok, hogy megnézzük a szakirodalomban, az amerikai és kanadai szakirodalom például a 60-as évektől már megjelenít ilyen központokat. Ezek a központok, amik a 2000 évek évektől vannak, leginkább azzal tűnnek ki, hogy a digitális oktatás informatikai kompetenciákat is fejleszteni hivatottak. Különböző méretűek ezek a központok. Magyarországon a mi felmérésünk alapján 3 és 27, tehát itt is elég nagy különbségek vannak. Ez egy 21-es felmérés, most 23-ban egy követő felméréssel fogjuk ö, 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 újra megnézni, hogy milyen változás történt. Én azt ö, gondolom, hogy nagy változás történt ö, ezen a területen. Ö, kiszélesedett ezeknek a központoknak a, a, ö, a funkcionalitása, és ezáltal valószínűleg ö, Többen is részt vesznek egy-egy ilyen központnak a munkájában. Összegyetemi központok ezek többnyire, van egy-egy kivétel, ahol egy-egy kar veszi át az ilyen központnak a szerepét, és ott egy karon belül oldják meg a teljes egyetemre vonatkozóan, de legtöbbször rektori, rektorhelyettesi, rektori kancellári irányítás alatt vannak ezek a központok. Hasonló funkcionalitás jellemzi a központokat, de különböző a beágyazottságuk, tehát vegyes a hatáskör. És ami még fontos, hogy nagyon hangsúlyos a digitális pedagógia, Itt Az elnevezésekből is látni fogjuk. Ez is egy picit ellentétes az angol száz folyamatokkal, ahol legtöbbször a tanárképzésből alakultak ki ezek a módszertani központok. Nálunk igen erősen a Covid indokálta vannak olyan egyetemek, például Kicsiturvan Egyetem, vagy a Pannon Egyetem, ahol kifejezetten a COVID évében alakultak meg, és teljesen egyértelműen a COVID hatására. Itt a egyes egyetemeket már a neveket kivéve, csak a központ neveket hagytam meg ennél a szófelhőnél, és nagyon beszédes szerintem a gyakorisággal növekedő betűméret, ez az és, ez a mindent is el akarunk látni, tehát a, ezeknek a központoknak a nevében az a rengeteg funkcionalitás, amit ő nekik föl kell vállalniuk, vagy föl szeretnének vállalni, az sokszor ez az is kötőszóval jelenik meg. Emellett látjuk, hogy ezek lehetnek osztályok, intézetek, iroda, Központ. Tehát gyakori, hogy, hogy vagy akár egy karhoz rendelt szervezeti egység, és még erősen megjelenik, amire már többször utaltam, ez a technológiai kötődés. Tehát, hogy digitális, hogy technikai, hogy, hogy e-learning, vagy multimédia. Tehát ez egy picit mutatja ezt az erős irányultságot. Nyolc szervezeti egységet vizsgáltunk meg, picit részletesebben is. Látható, hogy mikor alakultak ezek a szervezeti egységek, és a 2021-es mérés alapján hány fővel dolgoznak. akkor a mi egyetemünkön lévő volt a leges legkisebb, ez egy picit növekedett azóta, most már öt fővel dolgozunk, és vannak igen nagy 23 fővel Munkálkodó ilyen központok, mégis mindannyiunknak hasonlóak a, azok a, a funkciók, amiket be kell tölteni. Ezeket is összegyűjtöttem egy táblázatba. Csak a legfontosabb dolgokat említeném, tehát az, hogy a célok között mindenhol megjelenik az, hogy mi a stratégiai elgondolásokhoz is hozzá kívánunk járulni nyilván, ha megkérdeznek minket, de, de ez többnyire azért megtörténik. ezen túl támogatjuk az oktatóknak az oktatás, módszertani és digitális pedagógiai kompetenciáit. Kisebb részben jelenik meg a hallgatók ilyen irányú támogatása, de vannak olyan központok, ahol ez is hangsúlyos elemként megjelenhet. Ö, jellemzően a szolgáltatások tekintetében mindannyian segédanyagokat gyártunk, Mindannyian kurzusokat kínálunk föl, és mindannyiunknak vannak kisebb-nagyobb pályázati vagy díjazási lehetőségei. Tehát ezek azok a területek, amiken, amikkel mi operálni tudunk. A segédanyagok között, és ezt a következő diára gyűjtöttem ki, már egy picit elmozdultunk attól a korábbi, tradicionális, HDF, PPT, hagyományos gyártástól vagy információs anyag, brosúra-szerű információs anyag összeállításától. És nagyon érdekes, hogy a hogy próbáljuk mi is ezt a sokszínűséget, mert nem csak a hallgatóink sokszínűek, hanem az oktatóink is sokszínűek, és annyi mindenre ö, kell gondolnunk, hogy ki hogyan tudná ezt leginkább befogadni, vagy kinek mennyi ideje van rá. Ö, arra is szoktunk kollégákkal gondolni, hogy hogy Kisgyermekes kollega, aki mondjuk csak podcastot tud leginkább főzés közben hallgatni. Tehát rengeteg félével próbáljuk kiszolgálni az oktató kollégákat, és elmozdultunk a, a, a digitális kurzusok, közösségi média, YouTube felvételek és podcastok irányában, irányába ezekkel az információs és, és oktatási tananyagokkal. A képzés szervezés szintén nagyon változó mutat, Mind a hosszát tekintve vannak egészen rövid, mini képzések, ezt is egy Liverpooli kollega hozta például haza hozzánk, aki náluk rendszeresen ebédszünetben volt ilyen közös ebéd és, és mozzetani fejlesztés. Ez, Ehhez ezzel párhuzamosan reggeli kávézás is megjelent ezeken a mozzetani kúzós kínálatokon, kávéz együtt az e-learning szakértőddel és hasonló felhívások keretében próbálunk minden igényt kielégíteni. A forma és a mód tekintetében korábban a COVID előtt rendszeresen személyesen találkoztunk ezeken a képzéseken, ez teljesen megváltozott. Tehát azóta a self-paced, tehát önjáróan elvégezhető kurzusok mellett a blended kurzusok, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehezen csábíthatóak vissza a kollégák a személyes jelenléti térbe. Úgyhogy valós kávéval, és nem ilyen meeting, online meeting kávéval, hanem valós kávéval, meg, meg hasonlókkal próbáljuk őket visszacsábítani, hogy ennek is megmaradjon a tere, mert a méréseink szerint, és ezt más egyetemeken is bebizonyították, hogy ezek a kurzusok nem csak módszertani, hanem ez a szocializációs kompetenciát is fejlesztik, és az, hogy én valahova tartozom és ez nagyon nagy hatással van, mind a technostressznek a csökkentésére, a kollégáknál is így a digitális eszközök használatára például komolyan kihat. Úgyhogy erre próbálunk figyelni. Ami még fontos, és ezt Szivák Judit és Benedek professzorul interjújából is kiderül, ami az oktatás informatika felsőoktatásban kézikönyvünkhöz készült, hogy nem csak a kózus alapú, Ö, oktatásban, fejlesztésben kellene gondolkozni, hanem ez a projekt alapú, ez az alulról jövő alulról jövő kezdeményezéseket felkarolni. És ezért nem csak nálunk, hanem máshol is ö, egyfajta mentor hálózatban is elkezdtek gondolkozni ezek a központok, hogy ö, akik ott helyben vannak és egyfajta kétirányú kommunikációt erősíthetik. Hozzák felénk az igényeket a kollégáktól, és az általunk ö, készített kínálatot pedig jobban terjesztik, diszeminálják saját kollégei körében. Úgyhogy ez is egy olyan út, amivel próbálkoznak ezek a központok, és szintén a személyre szabhatóság jegyében az egyéni online információ szolgáltatás különböző formái, például időpontfoglalás és egyéni tanácsadás kérése. A pályázatok díjak, amikkel még több-kevesebb lehetőséggel, de élhetnek ezek a központok, és ezzel motiválhatják a részvételre az oktatókat. Különböző fókusz általában e-learning tananyaggyártás az, ami most úgy jellemző volt, szintén talán a Covid indokálta. Picit lejjebb lépve, csak egy dia erejéig a saját rendszerünk. Próbáltunk egy komplex fejlesztési rendszert létrehozni, amelynek vannak felmérés, igényfelmérési elemei, mire van szükség milyen kompetenciákkal rendelkeznek az oktatók. Itt főként a digitális pedagógiai kompetenciák mérését a Dikompedu keretrendszer alapján használtuk több évben egymás után, és erre vonatkozóan próbáltunk képzéseket felkínálni mind a hat területen. Itt egy nagyon érdekes elmozdulást látunk az utóbbi időben. Tehát míg az első két évben leginkább az oktatáshoz kapcsolódó digitális pedagógiai kompetenciafejlesztés volt jellemző, arra jöttek az oktatók. Most azt gondoljuk, de ezt most mérni fogjuk, a teljesítményértékelési rendszer bevezetése kapcsán megindult az online jelenlét és a kutatói publikációs tevékenységhez kapcsolódó kurzusoknak a, a, az igénylése és arra jönnek igen nagy számmal. Hogyan erősíthetem online jelenlétemet, citációs indexemet, hogyan tudom növelni, mik azok a felületek, amiknek segítségével egyáltalán az idézettségemet nyomon tudom követni. Nagyon nagy igény van erre, azt gondoljuk és előfeltételezzük, hogy a teljesítményértékelési rendszerünk váltotta ezt most ki. Kurzusokat tartunk, és mentorhálózattal működünk együtt, és személyes konzultációkat kínálunk föl, majd pedig a visszacsatolás révén egyrészt a mentorhálózattól is rendszeresen leülve velük konzultálva kapunk visszajelzést, a kurzusoknak mindegyiknek kurzus értékeléssel zárulnak, tehát onnan is megkapjuk, és a, a mérések ismét indul a kör. Tehát valahogy így néz ez ki nálunk, hogy tartsam az időt, azt hiszem, hogy ez csak a felület és egy-egy kurzus leírás, hogy körülbelül Onnantól mozdultunk el ide, most leg, ez a kutatók aktív jelenléte, ez az, ami az egyik legjobban futó kurzusunk. Lehet jelentkezni, és lehet személyes konzultációt is kérni. A minőségbiztosítási keretek azok, amik, amik minket elgondolkoztattak az utóbbi időben, mert ugye, mint mondtam, törvényi is nincs aki úgy gondolta, létrehozott egy ilyen központot, és azt látjuk, hogy ennek azért vannak már olyan külföldön működő modellek, amikkel ezeket a központoknak a hatékonyságát is lehetne mérni. Érdemes lenne ezeket megnézni. Itt például az Amerikai Oktatási Tanácsnak a modellje, ahol több területet értékel, mér, és ez alapján különböző érettségi fokozatokat, ezeknek a központoknak különböző érettségi fokozatát ö, írja le. Aztán vannak olyan ö, felmérések, amik elemzik ezeket a központokat, ezeknek a központoknak a funkcionalitását, ö, jogkörét, működési elvét. Ilyen kutatás Magyarországon is a mi kutatócsoportunk is végzett, a méretet, a hatáskört, funkciókat néztük meg, módszereket és a motivációs tényezőket, de látunk ilyet, az Ausztrál Oktatási Minisztériumnak is van egy ilyen átfogó működési áttekintése, vagy pedig egy délafrikai tanulmány, ami kilenc dimenzió mentén elemzi ezeket a központokat. Tehát érdemes lenne ezeket a külföldi példák, példákat behozni, adaptálni. Ezt a modellt, amiben használták az amerikaiak a, 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 ezt az a ausztrál felmérést, tehát sok elemet oda beemeltek ebbe a modellbe. Ezt érdemes lenne, és reményeink szerint majd egy, egy doktori dolgozat is születik majd ebben a témában. Törvényi előírások, meghatározások, elvárások viszont nagyon hiányoznak. Tehát erre nagyon vágyunk, azt kell, hogy mondjam, mert egy picit segíteni azt, hogy, 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 merre tovább, és picit biztosítaná is azt, hogy a létjogosultságunk az, 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 jobban biztosítva legyen, beágyazódásunkat. És végül egy picit azt szeretném bemutatni, hogy mi megtaláltuk egymáshoz az utat. Tehát talán pont emiatt, hogy, hogy nincsen ilyen törvényi keret, nagyon kevés az a kapaszkodó, hogy mit kell Csinálunk, hogyan kell kinéznünk? Egy ilyen központnak mik legyenek feltétlenül a funkciók, és az, hogyan mérjük ennek a hatékonyságát, eredményességét? Ezért 2020-ban az első oktatás informatika a felsőoktatásban konferencián meghívtunk néhány ilyen központvezetőt, egy kerekasztal beszélgetésre. És ez olyan jól sikerült, hogy utána még két évben ezt megcsináltuk. Mindig váltogattuk, hogy kik ö, szerepelhettek úgy ö, elől, de mindannyiunknak rengeteget adott ez a, ez a találkozás. És most 2022-ben az utolsó konferenciánkon ezt kiegészítettük egy intézményi fórummal. Tehát a kerekasztal beszélgetés után mindenki, aki nem is tudott kint ülni, mind a 16 központ, akikkel mi föl tudtuk venni a kapcsolatot, ott volt, képviseltette magát. És volt, aki online kapcsolódott berészben, de de együtt voltunk, és ezt a jó hagyományt folytattuk is. 23. januárjában a, a BGN-nek a, a segítségével náluk rendeztük meg azt a követő eseményt, és májusban lesz a újabb találkozásunk időpontja. Tehát elindult egy közös munka, nem tudjuk ennek mi lesz majd a formális. Kerete, vagy megmarad, de jelenleg informális módon működünk együtt. Mi nagyon örülnénk, ha ez valamilyen formális keretek között folyhatna, aztán tovább. És amit itt jelezni szerettem volna, hogy nagyon nagy szükségünk van a megosztásra. Nagyon nagy szükségünk van. Itt egy példát emelnék ki. Állandóan gondot okoz, hogy külső vagy belső motiváció, de milyen motivációs eszközeink vannak. Van olyan kar nálunk például, aki kötelezővé tette, hogy egyfél évben egy ilyen mozertani kúzust el kell végeznie az oktatóinak. A másik négy kar semmilyen kitételt nem tett. A tér értékelésben szintén ö, központilag nem szerepel ez a kitétel. Karok döntik el, hogy a teljesítmény teljesítményértékelésbe az oktatónak bevonják-e vagy nem. De vannak olyan ö, vagy hogy bekerülünk az intézményfejlesztési tervbe. Az ELTE intézményétől hallottam ezt a jó példát, hogy három self kurzus elvégzése után lehet laptopot igényelni. Nagyon jó. Már viszem is ez a, a, a Károlira ötletként. Tehát, hogy mik azok az eszközök, amiket a kollégákat be tudjuk húzni, mert sokszor az van, hogy miután eljött, azt mondja, hogy de jó volt, jövök máskor is. De az első lépést nehéz megtenni. Úgyhogy ezekben nagyon nagy szükség van egymás segítségére, és mi ezt szeretnénk folytatni, úgyhogy az őszi konferenciánkon ezt a jó gyakorlatot tovább vinnénk. Összefoglalásul annyit szeretnék elmondani, hogy én azt gondolom, hogy a kormányzati szinten az iránymutatás az nagyon fontos lenne. Ezeket a módszertani központokat, most így hívom őket, egységesen be kellene ágyazni minden téren, és én azt gondolom, hogy a képző képzése is egy picit a kormányzati feladat lenne. Tehát, hogy minket, akik ezeket a központokat létrehoztuk, működtetjük, minket is összegyűjteni, és képző képzése címen akár valamilyen stratégiai irányzat mentén. Mit szeretne? Magyarországon mi legyen, merre induljunk, mik lennének azok a fő irányelvek, amikre koncentrálni kéne. Ugyanez az intézmények szintjén, hogy tudatosabban ágyazzák be a működési mechanizmusokban, minél több dokumentumban szerepeljünk, legyen egy valós beállítottság, legyenek meg azok a keretek, amikben mi tényleg komfortosan tudunk működni, Erről legyen rendszeres párbeszéd a felsővezetőséggel, és a harmadik pont pedig a közös gondolkozás. Azt gondolom, hogy ez a három fogja megadni, hogy igazán hatékonyan működjenek majd ezek a központok a hazai együtt, egyetemeken együttműködés, workshopok, konferenciaszorozat, ez már el is indult, képzőképzése itt egymás között is. Ez Erre is most már egy workshop erejéig volt példa hogy nem csak beszélgetni jöttünk össze, tapasztalatot cserélni, hanem képeztük is egymást, hoztunk konkrét anyagokat a többiek számára. És a közös publikációk, jó gyakorlatok, elemzések, külföldi példák bevonása, modellek adaptálása és mérés, a hatékonyságunk mérése. Úgyhogy ezek lennének az eredményesség, ezeknek a központoknak az eredményes működésének a hosszú távú feltételei. Köszönöm szépen! Thank yeah. you.